Ötödik. A mocsárok rejtek helye. Szellő sem lengett az izzó ég alatt, a déli báb reszketett a távol láthatáron. Messze, igen messze egy karcsú toronytető látszék fölfordított alakjával a hullámzó déli báb csalóka vizében, mint tengerre vetett árnyék és körül egy, egy kazal vagy távol tanyai fa kettőztetett alakjával, mint egy a légbe fölkapott sziget, mely a körüle rengő tengerrel együtt libeglobog, vagy kisebb, majd nagyobb lesz, néha egészen elmerül. Egy homok dombon ült egyedül magasra fölemelt fővel egy nagy puszta isas. Oly nyugodtan nézett felénk, alig ötven lépésnyire haladtunk el mellette szárnyát sem libbentette meg. Szekerünket odahagytuk, felültünk lovainkra, és bevágtunk a puszta közepébe az úttalan jeltelen kopár avatakba. A nyár legmelegebb napjai sivárra aszalták a -e földet. A vizenyősebb helyeken csontá száradva össze-vissza repedezett a szikes gyöbb szín. A kis sárga széki fűvirágok levéltelenül nyomorogtak szerte elhintve rajta. A tavaszi föld árjakor ráhajtották a guját a süppedékes legelőre, és az összegázolt gyöbb azon mód ripacsossá száradt a kánikulában. Néhol égtelen tövisek vertek megáltalkodott gyökeret a száraz soványavarban, miknek magvait keresztül hajtott sertések hozták ide Szerbiából sertéig közé ragadva. Másutta a mérges kutyafej foglalta el egész pászták a gyilkos piros leveleivel dacolva a megölő hőségnek. Eleinte egy szekérkerék nyomai voltak vezetőink a pusztán keresztül, mely hónapok előtt mehetett itten át. Később a marha járás egészen letapotta előrünk a szekérnyomot, s tanálomra ügettünk a jeltelen láthatár felé. Détájban nagy messze két kankalinos kútgémet pillantottunk meg oldalvást egymás mellett. A szóm is azon remény, hogy ott valakivel tám találkozhatunk, arra vezetett bennünket. Tovább mentünk felé két óra hosszámás, és még mindig oly messze látszott hozzánk, mint az előtt. Még nem értünk oda, midőn. Velünk szembe egy lovast láttunk közeledni. Amit a nagy távolságból ki lehet -e venni, valami csikós lehetett, csak imígy amúgy ült a lovon, hol előre, hol hátra bókolt. Egy kézzel sem fogta a lovát, az pedig ballagott nagy cammogba, földig leeresztett fővel, és csapkodta magát két oldalra hosszú farkával, és egyet-egyet harapott, ahol gyöpött talált. Az ember ült rajta nagy idomtalanul, nyaklott jobbra is, balra is, néha előre, másszor hátra esett, de a súly egyen soha sem vesztél. Aludt a lovon, Egyszer megsejtett bennünket a legelésző paripa, s hirtelen megállt s fejét felütötte, miáltal lovagja szinte a nyakára esett s fölébredt. Egy perc alatt széttekinte megpillantott kettőnket, s lekapva karikását nyakából felénk fordítáló, vagy egyet pattantva a levegőben, mint a pisztolydurranás, elkezdte felénk nyorgalni. Most még inkább meg lehet -e benne ismerni a csikóst? Az, mikor lovagol, hajlik jobbra, balra, mintha csak táncolna, derek a szüntelenül mozog. Hátra-hátra veti magát a kantár hosszúra eresztve, néha-néha nem is uralóban, csak két érde tartja rajta. Paripa minden rohamánál melle, előbre-előbre feszül, s amit rohan, szeletverve az álló levegőben, széttekint maga előtt a kerek láthatáron, melyen sem hegy, sem ember nem uralkodik. Ki tudja, miké az, amit akkor érez? Midőn, mint egy száz lépésnyire ért hozzánk, térdének egy szorítására, lova, mintha földhöz cövekelték volna, megállt. Kímlelni látszott bennünket. Isten jó napot kennek földi kiálték rá. Fogadj Isten, is válaszolál. Joga volt bennünket tegezni, vén ember volt, ősz bajuszát két felé kikenve, könnyen a fülére csavarhatta volna. Honnan jöttök, hová mentek? kérdi azután halkabban, és közelebb léptetett hozzánk. Rossz fát tettünk a tűzre bátya felelé, hodába akarunk egy kicsint állni a vármegye elő, ha tudnak end valami jó alkalmas helyet. Hogy ne tudnék, gyertek velem, szólt bajuszát végig csavarintva, s végig mustrált mindkettőnket, lobainkat, mozdulatainkat, ember és ló ismerő figyelemmel. Azután gyanú nélkül indult meg előttünk. Egy szót sem szólott az egész úton, Utitársam akart vele valamit kezdeni, azt is hamar letorkolta. Nem szeretem a sok beszédet, viszont zá és nyargalt előttünk mogorván. Az utolsó toronytető is eltűnt a hátunk mögött. Előttünk azonban valami sötét zöld síkság látszott keletkezni, mely utóbb az egész látkörön végig nyúlt egy véghetetlen mocsár szélihez értünk. A sivár kiszikkadt pusztaság véget ért, hogy egy újabb írtatlan, járatlan pusztának adjon helyet, a vízpusztájának. A mezőkről száműzött növényélet ide látszott menekülve lenni. A sás erdők sötét zöldje ki volt hímezve a legtorkább mocsárvirágokkal. Földet ellepte valami ezüst hátú fűsárga virágokkal, a vízmosás járókból magas, fűzéres, fűzfalabelő rózsaszín virágú növények tekintgettek elő s magasra felnőtt nádi buzogányok legtetejéig fölfutott a délig nyitó hajnalka, és a víz színén úszott a tányérlevelű nimfa fehér tulipányaival, s korsó alakú gyümölcseivel, s messze, mennyire szemlátott, egész a láthatárig terült a végtelen nádberek ingó barna buzogányaival. Lovaink megálltak egy pillanatra a hűs vizet inni. Fejünk fölött egy falkakó csak csapott el nagy sikoltozva, fehér tollazatuk ragyogott a napvilágban. Azután vezetünk megindult, neki fordítvá lovát a mocsárnak, meghagyva, hogy nyomában maradjunk, mert egy öllel odább lovastól belevezhetünk az ingoványba. A víz majd nagyobb, majd csekélyebb volt, néha szinte lovaink szügyéig ért. Semmil nem mutatta az utat. Vezetőnk itt beszédesebb kezdett lenni, amint a nád rengeteg árnyékában érzi magát. Elmondá, hogy tapasztalatlanabb járókelők akár hányszor beletévednek itt a nád sűrűbe, azután nem találnak ki belőle, ottan vesznek. Élenként sokszor hallani segélyért, sírást. Egy-egy vadász, csikasz, valami üldözött ember, vagy talán éppen az üldöző belebódul az ismeretlen ingoványba. Másnap, harmadnap is hallani még kiabálását, majd itt majd megint távolabb kibírna segélyére menni oda. A nadályok, a vízi végre lassan elpusztítják, a mucsárói oly rengeteg olyhamis s tovább mentünk nagy sietve a mocsári vadmadarak zajongva röppentek föl előttünk vízi fészkeikről. A nád között a délutáni szellő susogott rejtelmesen, távolban a bölömbi kabánatos bőgése hallék. Ez az ember hangtalan mél, a nyűsgése a természetnek még magányosabb, még aggasztóbb volt, mint maga az éjcsöngye. Itt ez egészen új idegen világban, melynek földje, vize, növényzete és lakói nincsenek szoktatva ember szomszédságához, ki merne ide követni bennünket? A pusztán előli a szom, itt előli a víz, az út nyom nem vezet itt, sem amott. Ezetünk hirtelen megállt és figyelni kezdett. Valaki ő utánunk, mondta halkan zavarodtan tekintén körül. Én éppen arról gondolkodom, hogy ki volna oly merész utánunk jöhetni, és a távolban elég kivehetőleg hallatszik a gázoló lótiprás locsogása. Ló, ki lehet az? Siessünk előre kiált a társam lovát sarkantyúba kapva. Csöndesen mögé a véncsikós. Egy moccanás se így mindjárt megtudjuk, hogy ki az, ismerőse vagy perzekútor. Ezzel elkezdi halkan csöndesen füttyörészni a csikós dalt. Lóra, csikós, lóra, elszaladtam én Nincs az a tilinkó, amely jobban meg tudta volna cifrázni. Amint elhallgatott egy füttyel, messziről, mint egy válaszképpen valaki elkezdé fütyülni enótát. Én vagyok a Petri Gulyás vén kalapját szemébe vágva, lován fölágaskodott. Arcán valami végigfutó reszketegséget lehet-e észrevenni, valami váltakozást, szokatlan ijegység, öröm és gyanú között. Nem lehet a dörmögi a bajusza alól, mint egy magával beszélve. Elesett az, látták akár hányan halva, összevágva, és még egyszer elkezdé fütyülni a lóra csikóst. Ismét a Petri gulyás nótája hallatszék válaszul, hanem már közelebb. Lovas nagyon látszott nyomunkban sietni. A csikós haragosan kapta meg társam lobának zabláját. Menjetek bé mélyen a nád közé. Mi baj, kérdé társam, meghökkent. Ne papoj, az ördögön utánunk kölykestül, vagy valaki, aki pokolból szabadult vissza. Ez Dús Gergő nótája, a vőmé, akit harminc hárman láttak agyonverve, agyonlőve, összevágva, kolbásznak aprítva. Beljebb nyomultunk a nád közé. Vezetünk lova nyakára lehúzta magát, és hiúzi szemekkel kémlelt a törést, melyen az utánunk jövőnek előttünk el kell menni. Mi példáját követve lóvainkra feküdtünk, a csikós lova meg sem moccant gazdája alatt. Egy pár nadály szívódott a hasa alá, a tanult paripa meg ideges bőrét a fájdalom miatt, de lábát sem emelt, hogy attól meneküljön. Ami lovaink azonban egyre püszköltek a rajzó szúnyogok miatt. Hallgas azzal a lóval riad a ránk a csikós bosszus folytott hangon. Mi egymásra néztünk, mintha mindegyikünk a másiktól akarta volna megkérdezni, hogy mi módon lehet egy lóval elhallgatni. A csikós végignézett rajtunk, aztán félig mosolyogva mondá. Tegyék az urak a lovaik fejét a másik lónyakára, akkor elhallgatnak s utána dörmögé magában. Kár volt előttem magukat csikósoknak adni ki, mert megismerem ám én az embert. Ha nem hiszen se baj, most olyan világ van, mikor a szegény legény tartozik az urakon segíteni. Társam egy csomó pénzt akart ekkor adni az embernek, mint az kevésen utasított vissza. Nem abból élek én, viszont dalcosan, és inte, hogy csendesen legyünk. Eközben a csörtető tocsogás mindig közelebb hallatszék szék jőni. Néhány pillanat múlva egy lovag alakja bontakozik ki a sűrű nádberek közül. Kesej paripáját csak úgy nyereg nélkül ültet, cingombos, dolmányos minden öltözet össze-vissza. Juggatva, szaggatva, egy konya pörge kalap mélyen lehúzva szemére. Elfötte megnyírt fejét, és mit bal kezével egy rony keresztül kasul volt bepójába, jobb kezében egy idomtalan nagy csákányt lógatott, és lovát térdeivel, szavával és ütlegeivel kormányozta. A vén csikós szemei ragyogtak, mintha bortivott volna, mint a jövevényt meglátta. Hirtelen tarkon kapta lovács velünk nem törődve, elébe ugrott az érkezőnek, S mielőtt a szóhoz jutott volna, úgy össze-vissza ölelgett, hogy szinte lerántotta a lováról. A jövevény napsütötte arcán azt a komoly, mosolytalan büszkeséget lehet -e észrevenni, mert az ifjú hadsereg fiainak arcán annyira otthonos volt, melyel azokat a kiállott veszélyek s férfias lélekkel eltűnt sanyarúság öntudata díszíté fel. E komolyságot az öreg ömledezései alatt is megtartál. A véncsikós csak nem sírva fakadt. Édes fiam, édes fiam, csak hogy itt vagy. A jövevény kérdőleg tekinte felénk, ipa néhány szót súgott fülébe, tenyerét szája elé tartva, mire a vő nem ével a tiszteletnek kalapjához emelte bepóját kezét, és bíztatólag szól a hozzánk. Nem kell félni, itthon vagyunk már az Ábrahám kebelében. Hát a feleségem hol van, kérdé, ipához fordulva. Csak az árnyék a hajdani magának, félig agyon sírta már magát utánod. Nem ment azóta férjhez. Hát, nagyon is ütöttem volna. Nem becsületes asszony, aki legalább a gyászesztendőt ki nem tölti. Pedig ugyan esküdtek a visszajövők, hogy téged ott láttak halva. Igazuk volt. Majd elmondom, ha hazaérünk, de most száraz a torkom a lelkem. Érjünk előbb a tanyára. Nem szokásom a hazugság, de magam is alig hiszem, ami velem történt.